Évről évre a karácsony közelettével az egyik legfontosabb kérdés mindig ugyanaz, mi kerüljön a fa alá. Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek például a helyi termelők által készített egyedi ajándékok, amelyekkel meglephetjük szeretteinket. Karácsonykor nagy kérdés mindig, hogy milyen ajándékokkal lepjük meg szeretteinket, barátainkat. Bár a különböző boltokban számos ajándékot találhatunk, személyesebb darabok a helyi termelők által természetes alapanyagokból készített különlegességek lehetnek. Tóth Csilla főleg horgolással és ékszerkészítéssel foglalkozik. Híradónknak elárulta, az ünnepi időszakban nagy az érdeklődés a dekorációs tárgyak iránt. Rengetegen választják például az utóbbi években népszerűvé vált grincsfát. A szakember ugyanakkor arra is figyel, hogy az általa készített tárgyak különleges jelentőségek. Mivel hogy van az a mondás, hogy karácsonykor az angyalkáink elmennek pihenni, én angyalkákat készítek féldrága kövekből, ez például piros opál és holdkő, ez által a holdkő és a hegyi kristály általában a nőiesség szimbóluma és erősítője. Ezek tudatosan készültek már, fülbevalók, kis szettek, amint látható, éppen azért, hogy ebbe az időszakba még legyen egy kis segítség a nőknek. Engi Roland desszert gyertyákat készít kedvesével. A 100%-ban természetes alapanyagokból, szójavaxból készülő gyertya számos különleges illattal kapható. A szakember arról is beszélt, hogy miért ajánlatosabb a helyi termelők által természetes alapanyagokból készített ajándékokat vásárolni. Egy ajándék az sokkal nagyobb értéket zárul úgy magába, önmagába, hogy az kézzel van készítve. Mind én, és gondolom, hogy ez nem egy sértés lenne, hogyha beszélnék másoknak a nevébe is, hogy az elkészített házi termékek, úgymond a kézművesség, az egyfajta szeretettel készül, egyfajta odafigyeléssel, gondozással, úgyhogy szerintem ez egy tökéletes ajándék. Pap Gyopár dizájnerként mindig odafigyel, hogy a helyi termelők által készített tárgyakat is beszerezzen, az ünnepi időszakot megelőzően pedig különleges vásárt is szervezett, hogy minél többen beszerezhessék a kézzel készített ajándékokat. Mindenkinek az ízlése szerint lehet válogatni szerintem tökéletes karácsonyi ajándékot. Vannak bőrből készülték ilyen kis pénztárcák, meg hátizsákok, az is lehet mondjuk egy kisgyereknek, vagy akár felnőttnek a pénztárca, a gyertyák, ugye az illat a házba, a szappanok. Szerintem minden életkornak meg lehet, vagy életkor szerint lehet válogatni itt a kézműveseknél. A helyi termelők évről évre színesítik kínálatukat, így illatszereket, dekorációs tárgyakat, horgolt figurákat, ékszereket és ízlés szerint más személyre szabott ajándékot is beszerezhetünk tőlük a fa alá.